Energia, lendület, győzni akarás. Ezekből biztosan nem lesz hiány a DVTK női kosárlabda csapatánál, ahol eddig sosem látott fiatalításon esett át a keret. A válogatott fehérvári összetartásán meglátogattuk a lányokat, és beszélgettünk velük az előttük álló szezonról. Ez egy nehéz és rögös út lesz, bár biztos vagyok benne, hogy akármilyen csapattal vág neki, a kezdet az mindig nehéz. Egy nagyon jó potenciál van ebben, így összességében. Magyarokkal amúgy is szerintem jobban meg tudjuk egymást érteni, egymást fogjuk tudni előre húzni, úgyhogy én nagyon-nagyon várom, hogy ebből mi fog kisülni a végén. Fiatalok vagyunk, tele vagyunk energiával, és nagyon összetartó közösség a miénk, és hogy ez szerintem egy hatalmas nagy előny lehet a pályán is, ugyanúgy pályán kívül is nagyon együtt van a csapat, és ez pályán biztos meg fog mutatkozni. Az egész csapat olyan személyiségekből áll, akik mindenki nagyon szeret dolgozni, és nagyon motivált mindenki, úgyhogy ezt a részét nagyon várom. Igazából olyan, amitől én nagyon tartanék, az nincsen. Tele leszünk energiával, nagyon nagy lesz bennünk a bizonyítási vágy, és minden meccsen 100%-ot fogunk adni, ebbe biztos vagyok. Szerintem nagyon fontos, hogy megtanuljunk hallgatni az edzőre, vagy például a megyóra, vagy az idősebbekre, és egymásra is, hogy ki merre felé, kinek mi a jobb, mi a rosszabb. És nyilván, mivel kevesebb a rutin, ezért ez kicsit hátrány lehet, de én úgy gondolom, hogy a rutint azt a lelkesedéssel és a lendülettel azt ki lehet egyensúlyozni. Völgyi Péter sportigazgató elmondása alapján a végleges keret még nem állt össze, tapasztalt légiósok érkezésére még számíthatnak a szurkolók. Próbáltuk úgy alakítani a csapatot az elmúlt években is, meg az idén is, hogy jó emberekből álljon, olyan emberekből, akik tudnak egymásért harcolni, és tényleg mindent megtesznek a másikért a pályán és a pályán kívül is. Légiósokból is ezeket a játékosokat keressük. A fiatal felnőtt játékosok mellett az utánpótláskorú lányok előtt is nagy lehetőség a fiatalítás. Sok minden belőle kell még lépnem, technikailag, dobásban, olyan sok mindenbe, de ezzel leszek a következő szezonban, és innentől mindig, hogy ezek sikerüljenek. Az a szerencsém, hogy a lányok nagy részét már ismerem, akkor is, hogyha csak így távolról, de most már így a válogatott felkészülés előtt is volt lehetőségünk együtt edzeni, és ez szerintem nagyban hozzá fog járulni ahhoz, hogy az augusztusi felkészülésünk egyszerűen és jól induljon, és úgy, hogy már mindenki, szinte mindenki ismeri egymást. Náluk sokszor az a veszélyes, hogy sok fiatal játékos kevesebb játékpercet kap, felnőtt edzéseken vesz részt, és utána az ő saját korosztályában is kell játszania, meg a felnőtt csapatnál is kell játszania, a saját korosztályában, akik a felnőtteknél vannak, több játékpercet kapnak, és ezért ezt így nehéz nekik összehangolni, hogy utána meglegyen a megfelelő regenerációs idő is a két meccs között. Végre kipróbálhatjuk magunkat így a felnőttekkel szemben, hogy hol is tartunk igazából, és őket látva példaként követhetjük őket, hogy hova kell eljutnunk.